Az első körét mentem most itt a székesfehérvári Icarus busz gyár területén, a Magyar Honvédség első új Icarus busza. Ebből a buszból egyébként a következő években itt Székesfehérváron 100-at gyártanak majd. A buszgyártás egykori Fellegvárában az Icarus gyár területén tette meg első útját a Honvédség első új Icarus busza. A következő bő két évben 100 ilyen új fejlesztésű autóbuszt vásárol a Honvédelmi Minisztérium a hadsereg számára, jelentette be a honvédelmi miniszter. Simicskó István hangsúlyozta, évente 40 buszt vásárolnak, és ezzel a beruházással folytatódik az Rínyi haderőfejlesztési program. Történelmi pillanatot élhetünk meg itt, ebben a csarnokban, hiszen egy nagyon nagy múlttal rendelkező gyárnak, cégnek a követői lehetünk, és részesei lehetünk ennek a pillanatnak. Ugye 1895-ben Uhri Imre alapított egy céget Budapesten, a 7. kerületben az Elemér utca 30 szám alatt, amely kovács és kocsi gyártó üzemként indult, és 1949-ben az államosítás időszakában jött létre gyakorlatilag az Icarus gyár, és 2007-ig az akkori bezárásaig üzemelt, prosperált, nagyon komoly történelmi múlttal rendelkező magyar cégről van szó, és amikor visszatekintünk a történetiségbe, akkor büszkék lehetünk arra, hogy hazai termékként magyar emberek milyen kiváló autóbuszokat állítottak elő, és a világ élvonalába tudtunk tartozni 70-es években, 1975-ben egyébként a világon a negyedik legtöbb autóbusz gyártotta az Icarus gyár, a Mercedes, a Liaz és a Toyota után. És azért fontos egy kis történet áttekintés, mert ebből nagyon komoly erőt tudunk meríteni a jövő sikereihez. Még egy-két történelmi példát itt átnéztem és fölírtam magamnak. 1971-ben 100 ezer autóbuszt tudott gyártani az Icarus gyár. Ez egy óriási szám, azt kell mondjam. És 1952-ben az első trolibuszt is legyártotta a cég, sőt 1966-ban az első csuklós buszt, amely kategóriában, hogy így fogalmazhatok, a világon lévő csuklós buszok mintegy kétharmada Icarus volt. 1962-ben Székesfehérváron is megindult a gyártás, ami nagyon nagy fordulópont volt a gyár életében. És akkor eljutottunk oda, hogy hogyan találkoztak össze a különböző érdekek és elképzelések a jövőt illetően. És mi a Honvédelmi Minisztériumban, amikor döntöttünk arról, hogy az elmúlt 25-26 év legátfogóbb és legkiterjedtebb haderőfejlesztési programját indítjuk el, az Rínyi 26 haderőfejlesztési programot, akkor természetesen számos fegyveremi kultúrát áttekintettünk, megnéztük az örökségünket, megnéztük azt, hogy mivel rendelkezünk, és hogy mit szeretnénk elérni, milyen biztonsági kihívásokra kell válaszokat adnunk, és végigjártam az alakulatokat, a csapatokat, külföldön szolgálatot teljesítő katonáinkkal beszélgettem, és mondjuk a Balkán térségében, amikor elmentünk Koszovóba és Szarajevóba, akkor azzal szembesültem, hogy még az a próbatétel is eljöttünk át, hogy a katonáink 6 hónapra kimennek ilyen veszélyes helyekre, és nem tudjuk őket tisztességesen leváltani, nem tudjuk őket hazahozni szabadságra, mert nem rendelkezünk olyan eszközökkel, légiszállítási eszközökkel sem, repülőgépekkel, vagy korlátozott mértékben, és az autóbuszaink is előregedett állapotban vannak. 134 autóbuszunk van, ezt elmondhatjuk talán ebben a körben, itt 4 szem közt, és zárt falak között, és átlagosan mintegy 250 ezer, közel 300 ezer futásteljesítmény van mögöttük már. Átlag életkoruk 25 év. Azt kell, hogy mondjam, hogy előregedett állapotban vannak, tehát szükségünk van bizony a haderőfejlesztés vonatkozásában autóbuszokra is, hogy a Balkán térségébe el tudjuk vinni, vagy a határvédelembe le tudjuk vinni a katonáinkat a határainkhoz, a déli határainkhoz, tudjuk a váltást biztosítani számukra, és a szabadságra hozzuk őket haza, akkor szintén ezt saját autóbuszokkal meg tudjuk valósítani.
És azt kell, hogy mondjam, hogy az értelmes együttműködés elve alapján, a különböző célok megfogalmazása alapján, amelyek egy irányba hatnak, a saját cégeinket is fölkérve, itt a Kuruszra gondolok elsősorban, és a nagymúltú cégre, az Ikarusra, és ebben nagyon komoly partnerre találtunk Széles Gábor személyében, akinek ezúton is hadd köszönjem meg a nyitottságát, a segítségét és a hozzáállását, hiszen fontos, hogy az érdekek egybevágjanak, és ennek a közös elképzelésnek a termékei állnak mi is itt mögöttünk. Nyilván a Volvo, mint régebbi együttműködő partner az Ikarusszal, akik egyébként az alvázat és a motor tudják biztosítani ehhez a buszhoz, vagy ezekhez a buszokhoz, és megtörtént a prototípusok legyártása, megtörtént többek között a próba üzembehelyezése és már a gépeknek a csapatpróba, és mi arra vállalkoztunk, hogy mintegy 100 új busszal látjuk el a Magyar Honvédséget. Ez nagyon sokat fog segíteni nekünk azoknak a feladatoknak a hatékony és biztonságos megoldásában, amelyekben most mi részt veszünk. Tehát ezzel a komoly lépéssel mondhatnám úgy, hogy elindítottuk a Zrínyi haderőfejlesztési programunkat is. Számos eleme lesz még. Én bízom benne, hogy ebben mindenki támogat minket, hiszen az ország védelmét, biztonságát tudjuk erősíteni, és a katonáink megbecsülését is tudjuk szolgálni és kifejezni. Erre is szükségünk van. Úgyhogy hadd köszönjem meg természetesen Székesfehérvár városának is, polgármesterének, és hadd köszönjem meg államtitkár úrnak, Varga Tamásnak, aki pontosan ennek a körzetnek az országgyűlési képviselő is, amellett, hogy miniszterhelyettesként ellátja a Honvédelmi Minisztériumban a munkát, hiszen ők nagyon sokat tettek azért, hogy ez a program beinduljon, és mindenki nyertese legyen ennek a programnak, hiszen Fehérvár is nyertese lesz, munkahelyeket jelent, nyilván a haderőfejlesztésre szánt pénzek, azok a magyar gazdaságot is élénkítik, hiszen a hadipar valamennyi országban, ahol komolyan veszik a hadipari fejlesztéseket, mindenhol munkahelyeket teremt, és a gazdasági növekedésre tud pozitív lökést adni. Úgyhogy én azt látom, hogy ezzel a programmal komoly lépést tettünk annak érdekében, hogy mind a Magyar Honvédség képességei fejlődjenek, mind a magyar munkaerő, munkahely és foglalkoztatás bővüljön, ezek számos olyan lehetőséget rejtenek számunkra, amelyek fontosak. A fehérvári buszgyártás elindításában kezdeményező szerepet vállalt a város országgyűlési képviselője, a honvédelmi miniszterhelyettes. Varga Tamás beszédében hangsúlyozta, a projekttel sikerült a helyiek gyártási kultúráját és tudását megmenteni. Nekünk, székesfehérváriaknak ez a mai nap ünnep. Nem lehet más, mint ünnep az a nap, amikor sok-sok évtized után itt Székesfehérváron, a Maroshegyen, az Ikarusz gyár gyártó csarnokaiba újra életköltözött lázas munkafolyik készülnek a Kurusz és az Ikarusz fejlesztésében. A buszok, amelyek a Magyar Honvédségnek fognak szolgálatot teljesíteni és segítik többek között a határt védő katonáink szolgálatát és munkáját is a jövőben. Én szeretném megköszönni miniszterelnök úrnak, a magyar kormánynak és külön miniszter úrnak a döntést, hogy meghozták ezt a komoly és azt gondolom korszakos döntést, hogy Magyarországon, itt Fehérváron újból buszok fognak készülni, és itt Fehérváron munkahelyek készüljenek. Széles Gábor árulta el, hogy egy busz 0,2 munkahely, hogyha a jövőbe tekintünk, és több száz buszról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy sok új munkahelyről is beszélünk itt Székesfehérváron. És szeretném megköszönni mindenkinek, a mérnököknek, a fejlesztőknek és minden dolgozónak a Kuruszban is, és itt Fehérváron az Ikarusban is, hogy tudásukkal és a kétkezük munkájával ezeket a buszokat elkészítik és készíteni fogják a jövőben. Én azt gondolom, hogy ez önmagában már nem kevés és nem kis dolog az, hogy évtizedes álom valósul meg, de van valami, ami talán még ennél is fontosabb. Az pedig az, hogy ebben a szinte utolsó utáni pillanatban sikerült megmentenünk azt a tudást és azt a gyártási kultúrát, amit évtizedekig Székesfehérváron jelen volt, és ahogy miniszter úr elmondta nekünk, volt olyan esztendő, amikor ez a gyár a világon a negyedik legnagyobb buszgyártó vállalat volt, és nem kis nevek előzték csak meg abban az időben. Ebben az utolsó utáni pillanatban, amikor a fejekben még ott van a tudás, és a kezekben még ott van a mozdulat,
az a gyártási kultúra, ami megvan, és ennek az eredményét fogjuk néhány perc múlva azt gondolom látni is, és ki is próbálni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a gyártási kultúrát, amit sikerült most megmentenünk, ezt őrizzük meg. Őrizzük meg, fejlesszük tovább, hogy itt Magyarországon is, és a világon is, a világban is újra ez a gyár, az Icarus gyár ismét a legnagyobbak között lehessen. Az Icarus elnöke elmondta, az elmúlt időszakban 2 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre a gyár területén. Széles Gábor abban bízik, hogy az Icarus újra növekedési pályára áll, és az a tervük, hogy a gyártást évente 3000 buszra emelik. Jelenleg 60-an dolgoznak itt, de pár év múlva már 600 dolgozójuk is lehet. 400 millió forintnyi NGKM pályázat, tehát az a pénznek a jelentős részét nem az állam tette be, de lényeg az, hogy ennek a pályázatnak, illetve fejlesztéseknek köszönhetően olyan technológiákat szereztünk be, amivel megvalósítható az, hogy egy buszra átlagban csak 0,2 embernyi élő munkaerő kapcsolódik. A város polgármestere szerint a buszgyártás újraindulásával egy fehérvári álom válik valóra. Cserpalkovics András azt reméli, hogy néhány év múlva a helyi járatos buszok is itt készülnek majd. Ha volt a fehérváriaknak álma az elmúlt 2 évtizedben, hogy mi az, amit szeretnének újra Székesfehérváron, akkor szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egyértelműen a buszgyártás volt. Úgyhogy a mai nappal mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki segített abban, hogy ez az álom itt a városunkban megvalósulhatott, és ma biztos vagyok benne, hogy rengeteg családnak az esti vacsora közbeni beszélgetésének lesz témája az, hogy hallottátok, újra van buszgyártás Székesfehérváron. Úgyhogy engedjék meg, hogy köszönetet mondjak miniszter úron keresztül Magyarország kormányának, hogy ebben segítséget és támogatást adott Széles Gáboron keresztül azoknak a vállalkozásoknak és együttműködésüknek, aminek lehetőségét itt most egyébként látjuk, és felvázolásra is került. Köszönöm képviselő uraknak azt, hogy segítettek, lobbiztak és támogatták ebben a kérdésben is a várost annak érdekében, hogy erre a gyártásra itt Fehérváron kerül sor. És talán még egy érdekes gondolat, mi egy olyan városban élünk, ahol néhány órával ezelőtt egy világbrand bemutatta egy új termékét, ez egy kicsit más színű, mert nem zöld, hanem lila, és nem utazunk rajta, hanem nagyon finom, és esszük. És néhány órával később pedig itt vagyunk, egy nyugodtan mondhatjuk, hogy a világban is ismert brand újjáéledésén, ami a város számára azt gondolom, hogy kiemelkedő jelentőségű. És ha visszaemlékszünk arra, nem nagyon van Fehérváron olyan család, amelyik a úgynevezett nagy hármasból, Videoton, Icarus, Köfém hármasból valamelyikhez ne kötődött volna az elmúlt évtizedekbe. És ebből kettő már, ahogy mondani szokták, sinem van és jól működik, ráadásul abból az egyik, ahogy el is hangzott, szerencsére mind a mai napig magyar tulajdonban. A másik pedig egy olyan tulajdonban, amerikai tulajdonban, aki viszont költ erre a cégre és folyamatosan fejleszt, és most itt van a harmadik, is kapott egy olyan pályát, egy olyan lehetőséget, amivel biztos vagyok benne, hogy a következő évtizedet meg tudja alapozni. És hogyha ez így lesz, akkor ebben a városban nem lesz nehéz azokat a fejlesztéseket megvalósítani, amit többek között éppen a kormánnyal és a helyi gazdasági szereplőkkel ezen város előtt megálmodtuk. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, és talán még egy funkciója lehet ennek a busznak, ezt polgári hasznosításnak hívják, és Fehérvár helyi közösségi közlekedésében remélem egyszer elérjük azt. 61 néhány gépjárműve van a város közösségi közlekedésének egy állami szolgáltatón keresztül, úgyhogy én nagyon örülnék, hogy egy itt ebben a gyárban készített buszokkal lehetne ezt a helyi közösségi közlekedési feladatot a következő években ellátni. Ez a busz nem csak csapatszállításra alkalmas, hiszen néhány órás átalakítás után sebesült ellátásra, vagy éppen fogvatartottak szállítására is alkalmassá tehető a jármű, és vészhelyzet esetén akár vezetési pontot is kialakíthatnak benne. Kedves nézőink, ez volt az esti mérleg, ez a műsor legközelebb holnap jelentkezik, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!